Kedves nézőink, szeretettel üdvözöllek benneteket. Gyúrón vagyunk, Janászik Andrea istállójában. Ő egyébként a Kisbéri Félvér Lótenyésztő Országos Egyesület tenyésztés vezetője. Most pedig Árki Istvánnal fogok beszélgetni, aki segít nekünk, hogy elmerüljünk egy kicsit a lóversenyzés világában. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy rendelkezésre állsz. Gyúrón vagyunk a Janászik Andrea istállójában, én pedig Árki István vagyok. 10 évvel ezelőtt kerültem be a lovaknak a világába, hál' Istennek, és 2017-ben én elkezdtem dolgozni a Kincsen Parkban. Akkor kerültem igazán a galoppversenyzés közelébe, természetesen előtte már minden évben a derbire, food truck sorra és ilyenekre, nagyobb versenynapokra mi mindig kilátogattunk, de csak vendégként. És megismerhettem így 2017-től magát a versenyüzemnek a működését a mindennapokban, majd kaptam egy projekt feladatot 2018-ban, hogy keressünk olyan aktív versenylovat, akinek a vérvonalában megtalálható a mai napig kincsem. Sajnos ilyen Magyarországon nincsen jelenleg, de Németországban a Röttgeni Ménesnek van több olyan tenyész kancája, amiben megtalálható Kincsem és Imperiálnak a vére is. Így megismerkedtem egy német csapattal, akik fiatalként többen összeállva úgy gondolták, hogy akkor ők versenylovat futtatnak, és akkor megpróbálják a fiataloknak bemutatni, hogy milyen is a galoppversenyzés, hogy minél több, minél újabb arc legyen a német lóversenysportban. És nagyon sokáig az ismerőseim próbáltak rávenni, hogy akkor csináljunk mi is ilyet. Én szűk egy évig kitartottam, hogy nem, van elég probléma az életünkben, nem kell még erre egy galoppló is. És az volt a német, akkor már így írogatás szinten barátokkal a megbeszélés, hogy ők ellátogatnak hozzánk lovastól a 2019-es food truck show-ra. Sajnos ez csak félig lett sikeres, mert a lovuk megsérült tréningben így a lovat azt otthon hagyták, de ők az ígéretüknek megfelelően megérkeztek és eltöltöttek velünk egy hétvégét. Ekkor megtapasztalhattam, megláthattam, hogy ők hogy működnek, hogy dolgoznak, milyen marketing tevékenységet végeznek, stb. És így már sokkal bátrabban álltam neki ezeknek a dolgoknak, és így akkor évközben, amikor nem a legegyszerűbb, istállót alapítottam, lovat béreltem, és akkor a 2019-es derbin futott először a lovunk, hogy akkor megnézzük, hogy is működik. Na, ezt eltaktikáztam, az nem volt jó. Az egy hatodik hely volt, igaz egy 16 fős mezőnyben. Egy hatodik hely, de az pont nem pénzes eredmény volt, nem baj, tanultunk belőle. Utána viszont már elkezdtek jönni az eredmények, lefeleztük, harmadik lett már következő futásra, utána a hármat nehéz felezni, úgyhogy második lett, és szépen így lépdeltünk előre, és 2019. novemberében sikerült először győzedelmeskednünk, de a hatodik hely után minden egyes futására már pénzt hozott a ló a házhoz. Alapvetően ugye a csikó kérdés az nekem szóba sem jöhetett, mert mi egy olyan lovat szerettünk volna, akit, hogyha kibérelünk, megvásárolunk, bármilyen úton, módon hozzájutunk, azzal mi a versenypályára léphessünk, és ne az legyen, hogy elmegyünk egy árverésre, megvásárolunk, vagy bérelünk így egy másfél éves lovat, és utána egy évig nézegetjük, hogy ez hogy fejlődik. Hogyha valaki ezt el akarja kezdeni, ne olyan reményekkel induljon neki elsőnek, hogy ő derbit akar nyerni, vagy egy nagy sprint versenyt szeretne nyerni, hanem tapasztalja meg inkább a működését a rendszernek, hogy egy trénerrel hogy tud együtt dolgozni, állatorvos, patkolókovács, a tulajdonosnak milyen feladatai vannak, hogyan menedzselje a lovat. Ez mind egy tanulási folyamat, és ez egy-két év legalább az ember életébe. Ha érzi magában ezután a kitartást, akkor, és pénzügyileg megengedheti magának, akkor válaszol egy csikót magának a trénernek a segítségével.
határozzák meg, hogy rövid távú lovat szeretnének, középtávú lovat, vagy egy hosszabb távú lovat, vagy egy derbi távra szeretnének lovat, és ennek megfelelően, mint Magyarországon a Telivér Farmnál, vagy a Bábolna Ménes birtoknál lehet évente 20-30 lóból válogatni, vagy el lehet menni legközelebb Baden-Badenbe árverésre, Franciaországba, De Ville-be van árverés, és utána pedig Anglia, Írország, válogatni lehet több száz, több ezer ló közül évente több alkalommal. Mennyire volt ez tudatos, vagy utólag vetetted ezt ladba, hogy konkrétan ez anyagilag mennyire éri meg? Mert itt arról beszélgettünk még a interjú elején, hogy ugye hogy lehet ezt úgy csinálni, a lovazást, hogy azért ne egy deficites dolog legyen, hanem megérje a gazdát. Én már előtte elkezdtem számolgatni, hogy utána jártam, hogy mennyi a trénernek a költsége, amiben ugye benne van egy bértartás, ugye a trenírozás, hogy minden nap munkába legyen a ló, milyen patkolási, állatorvosi, stb. Költségek vannak, hogy ezeket mind előre kiszámoltam, hogy egyáltalán az elindulás milyen költségekbe fog kerülni, és mit kell teljesíteni egy lónak ahhoz, hogy ez pozitívra fordulhasson. Az első évben szűk 1 millió forintot, 980 ezer forint környékét pontosan hozott haza a ló. Igazából azzal nullára kijöttünk. Az első évben volt néhány állatorvosi probléma, azokat tudtuk ebből orvosolni, és az induláshoz szükséges költségeket tudtuk még fedezni, hogy az jött vissza év végére. Amik mind szükségesek a ló használatához a mindennapokban, ezeket természetesen nekünk, mint tulajdonosnak kellett biztosítani, és ezeknek az ára jött vissza. A második évben már sokkal jobban ment az egész menedzselése a történetnek. Előre megnéztük, hogy körülbelül milyen pályája lehet a lónak, hogy lehet felépíteni az éves programját, ehhez próbáltunk a lehető legjobban igazodni. Egész jól is sikerült, mert volt egy második hely az év első versenyén. A második versenyen egy hatalmas győzelmet aratott a ló, és utána pedig kipróbáltuk az itthoni magasabb kategóriákba, hogy első osztályú versenyekbe, elit osztályú kiemelt versenyekbe kipróbáltuk a lovat, és nem vallott szerencsére szégyent, nem győzedelmeskedett, de ha azt kell nézni, akkor nekem a Szent Tamási díjban a negyedik hely az egy sokkal nagyobb eredmény ezzel a lóval, mint bármelyik győzelme, mert ott külföldet megjárt lovak, sikeresen külföldet megjárt lovaknak a hát a mögé szorul csak, úgyhogy nekem az egy óriási élmény volt, hogy ott negyedik tudott lenni a ló, és akkor utána pedig megpróbáltuk megkeresni a helyét, de ebbe a galopversenyzési rendszerbe azért nagyon kell számolni, mert a lónak van egy generál handicap száma, ami meghatározza a teljesítményét, ezt évente adja ki a versenyszervező, és hogyha nyer a ló, akkor ezt a számot ezt növeli x összeggel, amikor pedig veszít a ló, akkor pedig elvesz ebből a számból, mivel a ló az egy második helyel kezdett, majd egy első helyel, innentől a száma megnőtt, utána ez a nagy versenyben nem okozott problémát, viszont utána azért éreztük, hogy egy picit magasabb a száma, mint kellene, és azokban a kategóriákban, ahol igazán a saját helye lenne a lónak, ott túl nagy súlyt kéne, túl nagy terhet kellene vinnie a hátán. És így is 2 millió forintot hazahozott évvégére a ló, ami azért is szép, mert abban a 18 hónapban igazából még nálunk volt a ló, és használtuk versenyszerűen, többet keresett, mint előtte 2 éves, 3 éves, 4 évesként és 5 évesként abban a 3 versenyhónapban, még mielőtt hozzánk került, hogy ezért ez menedzselésben egy nagyon érezhető különbség. Hogyha pedig számszerűsíteni kell, akkor pedig azt mondom, hogy mielőtt hozzánk került, havi 47 ezer forintra jött ki átlagra a nyereménye, miután hozzánk került 163 ezer forintra, hogy itt azért egy közel 4-es szorzó volt a
az eredménye mellett. Ugye 2020-ban fejezte be a ló a karrierjét, és a döntést pedig az hozta meg, hogy az egyik, hogy lejár a bérleti szerződés, és hogy most hosszabbítsunk, ne hosszabbítsunk, mi legyen a sorsa a lónak. Viszont azt vettük észre, ugye a 2020-as év az terhes volt mindenki számára, ugye ez volt a covidos év, későn kezdődött az évad, későn fejeződött be, december 28-án még futott a ló a tél kellős közepén versenybe, de azt tapasztaltuk, hogy egyre jobban váltakozva fut a ló, hogy egyszer odaér egy második helyezésre, de utána csak ötödik, és látszódott a térdén, lábain, hogy nem igazán kívánja már ezt a versenyzést, így amellett döntöttünk, hogy akkor ő nyugdíjba menjen. Visszavittem a Bábolna Nemzeti Ménesbirtoknak, mivel ez akkor még az ő tulajdonukban volt, majd néhány alvatlan éjszaka után márciusban jeleztem nekik, hogy nem kérem vissza, küldjék a számlát és megvásárolom. Úgyhogy így kerültünk ide. Természetesen az sem volt egyszerű, mert akkor pedig a lovaknál egy herpes vírus volt egész Európában, úgyhogy forgalmi korlátozás volt, így nem tudtam ide költöztetni még márciusban a lovat, csak áprilisban, de áprilisban ide költözhetett szerencsére, és azóta örülök, hogy van. Hagytam pihenni egy évet, hogy lényegében minimális lovaglási feladatokat kapott a ló, de érdemben nem volt használva, hagytam, hogy kipihenje a galoppversenyzésnek a 6 évét, mert az azért nem kevés. Az idei évben már elgondolkodtam, hogy fedeztetve legyen, lovagolva legyen, mi legyen a sorsa. Nem találtam meg azt a lovat, akit igazán szeretnék, hogy csikót hozzon tőle a világra, és közben jött egy lehetőség, hogy egy díjlovas lány lovagolja is képezze a lovat, úgyhogy most ezt éljük, és örülünk neki, hogy fejlődik a ló, és új dolgokat tanul meg. De a fedeztetéséről nem tettem le, van egy befutóm, akinek nagyon-nagyon tetszik a pedigréje, mert megtalálható benne Európa a legmeghatározóbb sprinter lova, és önmaga a ló is egy rövid távú ló volt, így bízom benne, hogy a két lónak a genetikája jól fog passzolni, és egy jó rövid távú lovat tenyészthetek majd magamnak a jövőben. Tehát akkor az a terv, hogy esetleg azzal a csikóval majd legyenek még eredmények, vagy ennyire leszaladjunk előre? Mindenképpen, hogyha megszületne egy egészséges csikó tőle, akkor azt mindenképp szeretném versenyben kipróbálni. Napi hány órát töltesz azzal, hogy figyeled a különböző vérvonalak, illetve a világ különböző tájain levő versenyeket és eredményeket, és összeveszed, és esetleg erről is van Excel táblázat? Nincs. A magyar lóversenyt azt figyelem az elmúlt 2 évben is, így is, hogy nem vagyok részese aktívan, de folyamatosan figyelem a lovakat, hogy ki, melyik tréner, hogyan teljesít, milyen eredményeket visznek haza. Van, mindenképp van a lovakban egy fejlődés, egy robbanásszerű fejlődés az utóbbi néhány évben, ez nagyon jó a lóversenysportnak. Az idei a 100. magyar derbi volt, ami egy teltházas rendezvény volt, és óriási eredmény a szervezők szempontjából, hogy Novák Katalin köztársasági elnök asszony kilátogatott a derbire, és ő adta át a díjakat. Ilyen több 10 éve nem fordult elő a lóversenysport történelmében, hogy ilyen magas magyar személyiség tiszteletét tegye a lóverseny téren. Úgyhogy minden irányból előrefelé mutat azért szerencsére ez a galoppversenyzés.